Na, hát köszöntök itt újra mindenkit, sziasztok, visszatértünk ismételten egy új játékkal, ez pedig a The House. Csak így ennyi a címe, sőt, igazából csak annyi, hogy House. Mostanában, mintha elkezdtünk volna ilyen WTF játékokkal játszani, kicsit, mint az Undertale meg a Deltarune. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt is nézzük meg, egy indie játék, kezdjünk bele és derítsük ki, hogy mi az a rejtélyek háza. Oké, tehát felkelünk egy ágyból, van egy szobánk, van egy furán kinéző plüss, lehet velük interaktálni egyáltalán? Mint hogyha kiesett volna a szemednek a szegénynek. A betűvel be tudom kapcsolni a tévét, el tudom olvasni a könyvet. Elvileg ez egy ilyen végtelenített játék, ennyi leírás láttam róla csak Steamen, hogy mindig történik minden és körrel valami, és így kell előre és előre jutni a sztoriban, hogy megfejtsük, hogy mi ez az egész. Mi, hogyha kimegyek az ajtón? Őt kicsoda, ő az anyánk? Hello! Beszélgessünk vele. Mit mondunk azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk egy barátunknál aludnánk az éjszaka? Hogy átmenné barátod is ott aludni, vagy én most egy barát vagyok, aki itt aludt? Valami vihar jön? Elnézést, hölgyem, ön az anyám? Ki itt pontosan? Fel tudom venni ezt a golyót. Itt ez a cica. Rá tudom dobni a fejére. Ennyit tud csak mondani, hogy miau. Oh! Tényleg rá tudtam dobni ezt a golyót a cica fejére. És volt benne egy kulcs. Mama. Szóval szereztem egy kulcsot, a cicában volt benne, azzal, hogy rádobtam egy golyót a fejére. Valami esetleg hozzászólás ehhez? Hamarosan sandwich time. Sandwich idő. Itt ez lakat rajta, vagy mi az ott? Nem, ott tej van bent. Még azt is odaadhattam volna a macskának. Itt valami tócsa, valami szellemet láttam. Vagy ezt csak én láttam, csak halucináltam? Mi volt az ott? Azt láttátok ti is? Mint hogyha valami szellemszerű élőlény elsétált volna a képernyőn. Menjünk tovább. Van valami zárt ajtó esetleg? Ez a kép eddig is meg volt fordítva itt rólunk. Jó, ez egy parasötét szoba, ez nekem nem kell. Itt röhög nekem. Ez valami horrorjáték lesz? Itt van megint ez a szellem árny. A macskának, mint hogy ott lenne egy döglött feje ezen a komódon. Ah! Megmozdult a szőnyeg, és mi az a zombi ott a... Közben azt nézem, hogy valami... Jó, a macskából a zombi lett, akkor ezt itt most ki kéne kerülj! Hogy lemarta a fejemet a macska és game over. Oké, ez egy nagyon aranyos játék lesz, úgy veszem észre. Csak több kérdéssel lettem több. Tehát, hogy így játszottunk, csak több kérdéssel vagyok több. Könyvbe írtunk-e valamit? Moving day. Amióta csak ide költöztem, nem tudom megmondani, hogy ébren vagyok-e, vagy álmodok. Ezek a napok egyre jobban így összefolynak. A többi napló bejegyzésünk az teljesen üres. Nos, akkor mi lenne, ha most nem ölné meg a macskát? Lol, itt még alszik egy valaki. Nem tudok vele beszélni. Valami interakció. Semmi. Amúgy itt szőnyeg sincsen. Azt észrevettétek, hogy most még itt szőnyeg sincsen. Ez az ajtó, ez be volt múltkor foltozva, de most nem tudok csak simán bemenni. Oké, az, hogy lekapcsoltam a lámpát, kijött és... Jó, valószínűleg nem ettől kapcsolatban. A lényeg az, hogy itt van Mutternek a szobája, ő kijön és ez befalazza. És aztán elindul ide a konyhába. Cicával még mindig minden rendben van. Ja, várjátok, csak nézzétek amúgy. A cica alatt van a kulcs, amit ő őrzés. Most már tudom, hogy van itt... tej. Ó, cicus. Nézd csak, tejecske. Mhm. Megvan a macska, alatt a kulcs. Zsír. Ebben a szobában még nem voltunk, cica visszamegy a helyére. Erre lefelé nem tudok menni. Ezt itt unlockolni tudom, szóval ehhez kellett a kulcs. Itt ilyen patkányok vannak. Meg mint hogyha valaki nézze be az ablakon. Ja! Ja! Egy óriás pat! Egy óriás patkány!
Muter, az a helyzet, hogy... Tudok beszélni a macskával? Ja igen, Mia azt mondja. Az a helyzet, hogy van egy óriás patkány az egyik szobában, aminek most kinyitottam a kulcsát. Egy aprócska segítséget kérek, kedves Mutko, hogy megölj... Van valami rovarírtó? Rovar már? Patkányírtónk. De... Muter? Jól vagy? Elcsúszott... Hogy elcsúszott azon a vízen, amit... Ja, hogy itt csepeg valami. Ó. És akkor most ő meghalt? Na jó, itt valami történt megint csak ebben a másik szobában. Ó, ez meg a húgunk volt, akire közben rászakadt, itt harmonikázott, vagy nem tudom, közben rászakadt ez a... De hogy harmonika, ez piano. És a cica ide jött be megnézni. Itt közben lekapcsolódott a lámpa, én magamhoz veszem ezt a golyót, hát ha még valakire ezt rá kéne domni, mi lenne, ha cicát beküldenénk a patkányhoz? Hm? Jaj, ez a szőnyeg, ez mintha jönne felém, akkor ezt én nem akarom. Muter! Muter, te engem akarsz? Jaj, ne, melyik a rosszabb, a szőnyeg vagy a zombi, Muter? Mit csinál? Kérdések, kérdések hátán. Itt telik az idő, emberek. Ezt állnakkolom, ezt a szobát, hátra van benne egy vödör. Ott egy valami. Aha. Közelebb ahhoz az ablakhoz nem megyünk. Sandwich time-ot megakadályozzuk ezzel a vödörrel. Na, így is van akkor. Erre most kíváncsi leszek. Most éppen ezt a vödröt megtöltjük vízzel. Amikor elkezd villámlani ott kint, akkor érzem azt, hogy valami nincs rendben. Jó, de kikerült el. Oké, és... Girls, I made sandwiches. Come and eat. Ezt el tudom vinni a másik lánynak. Ő a tesóm egyébként? Ó, oh, basszus, elkéstünk volna? Tessék, szendvics. Jó étvágyat. Az a helyzet, hogy valaki néz be az ablakon először is, másodszor is, ez még lehet, hogy jó lesz később. Másodszor is ráesett a hukunkra, vagy bárkire is ott a lenti szobába egy villanykörte. Egy jó nagy villanykörte ráesett. Kinyitódott a hűtőszekrénynek a keze. Jó, hát anyát elvitték. Hát figyeljétek, legalább nem lett belőle zombi. Viszont a macskából közben igen? Vagy kiszáradt? Lehet, hogy egy kis vizet teszek rá. Hát én nem tudom, mi van ebben a szobában, mintha itt valami porzás lenne. Jaj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 
Jó, hát széttéptek. Jaj, te ne menjél be abba a szobába, kérlek! Ne menj be oda a szobába. Szerintem az a tej már rég lejárt, elég rosszabb szaga van, mint valakinek, nem tudom, Tóbi. Ne menj be abba a szobába, nagyon szépen kérlek. Az megrezgett. You never liked music, go away, Tobi. Ó, az nem szeret minket, undok. Na, ez leesett ez a csapda. Ó, hogy ráesett? Mi a tököm ez a játék? Figyeljetek. Most leesett ide. Most felszedjük. Bekapom vele a nagy egeret. Megmurtált. Jó, ez egy balta. Teljesen meghalt. Kitöljek még meg. Na, nem tudok erre rácsapni? Nem, a pianóra akartam rácsapni, mindegy, így legalább nem fogja megölni a... Girls, elkészítettem a szendvicseket. Én jövök. Itt vagyok. Hát az asztalt azt nem tudom széttörni. Közben ráesett, úgy hallom a zongora valamire. Put it back. Meg fogod vágni magadat, tehát hogy nem szeretné, hogy ilyen éles fegyverekkel harcoljunk. Vagy hát rohangáljunk. Jaj, bocs. Most már megvédem magamat.
Basszus, hát ezt csinálta volna velem a szőnyeg. Nem ezt. Mi van? Ez most mi volt? Ezt megnézzük mi. Jaj, a hideg kirázott! Mi ez? Hát remélem egy napló bejegyzéssel bővítjük a dolgokat, mert erre magyarázatot szeretnék kapni. Senki nincs itt még! Hello! Ez itt mi? Mi ez itt vajon? Pickup. Valamit felszett. Mit vettem fel? Shotgun! Meghallgatom a WC-t, hogy hátra van valami suttogás benne, vagy ilyesmi. Aha. Na? Az anyád! Hét szentségit! Még lőni se tudtam a shotgunnal. Épp elengedtem a villanyhűzetet, hogy hát ha izé most valamit csak hallgatnom kell, de nem. Kijöttek a WC-ből és megettek. Csiga! Ó, egy kislány? Milyen aranyos vagy. Az én nevem Marty. Én egy csiga vagyok. Pont olyan szagod van, mint akinek nehéz dolga van most. Szeretnél egy kis segítséget kapni? Ja! Felvettük a csigát? Itt van a fejemen, de hogy ez miért jó? Az én szobámban változik valami? Jó, ez egy kellő alkalom arra, hogy azt a shotgunt elővegyük, jó? Hogy is kellett shotgun? Tudok vele lőni? Nem, hát ugye ammó kell. Jó, az ott mi az ágyamba? Fúj! Baba, tudok vele beszélni? Szóval szüksége volt annak a gusztustalan csigának a segítségre? Szánalmas. Engem megtartanál? Vagy engem tartanál? Hát persze, tessék. Gyere, alszik, figyeljetek. Gyorsan leöntöm be, lehet, hogy azonnal fog jönni a kéz. Ja. Ezt most valaki magyarázza meg. Hát, elvitte a kéz, amikor leöntöttem, de ugyanakkor itt van és alszik. Hogy mi van? Na jó. Leöntjük vízzel akkor a lányt, aki ott lent van. Magyarázat! Magyarázatot kérek! Jó, baltával szét tudom-e verni a ládát? Aha, és ott az ammó. Ez nem is láda volt, hanem vázát akartam mondani. Mutko, a helyzet az, hogy hamarosan fog jönni innen a szekrény... Elvágom a kezét, majd amikor kijön, akkor levágom a kezét! Jó, oké. Elalszik mindjárt. Elaludt. Ott a kéz. Okay. Na! Ez valami? Na most mi, hogyha erre így rádobjuk? Oké. Le tudtunk jutni, ez egy ilyen journal entry. Nagyon jó. Ez itt ki, ugye nem az apánk? Vagy hogyha igen, akkor miért hazudott nekünk erről anyánk? Valami legyek vannak. Ó, levágtam róla ezt a kezéről. És ez mi, amit most felszedtem? Use arrow keys to aim. Ez egy csúzli? De hogy? Hogy használjam? Ja, így. Apa hazaérkezett. Akkor ez nem apánk volt. Na, ideje még nem jutottunk el egyszer sem. Mivel lövök? Ó, apa! Apa! Mit csinálsz, apa? Lehet, hogy rá kéne a shotit használni? Én itt bevédem magamat a pincébe, kész. Ide lejön, lövök. Apa! Hát erről nem volt szó, hogy te lám nélkül is tudsz jönni és leenni az arcomat. Aj, gyerünk, a csillárt le kéne lőni egy csúzdival. Fuss. Ah!
Oké. Okay. Na? Ez mit szólsz? Elkezdett sírni. Az én életem értelmetlen. Nem baj. Nem baj. Most először megmentettünk téged. Tessék, hozunk szendvicset. Szendvics? Az is, itt már nincs itt! Most megy oda. Ne, szendvics! Hozom a szendvicset! Szendvics, léci, fogadd el! Megeszed, ki is jön, nem baj! Csak egyél, legyél boldog a szendvicstől! Oh! Mindegy, lehúztuk. Basszus! Mégsem engeszteltem ki a WC-s szörnyet! Tényleg szét lehetett ütni a WC-t a baltával? Meggondolta magát. Jobban utálom a csigákat, mint az apánkat. Nem kéred ezt? Nem kéred ezt, léci? Behelyezzük ide az ágyba. Ne, a székre kellett volna? Mit csinál? Felakasztja magát? Ne már! Hát basszus. Mindig olyan drámai ez a lány, azt mondja. Nem, mi felakasztotta magát konkrétan? Én nem tudom, miért akarlak téged megmenteni. Hello? Te eddig nem csináltál ilyet. Csak az, hogy bekukkolt egy kicsit. Vérszagot érzett, és... hát úgy gondolt, hogy van valami rossz akkor. Itt ezen a helyen. De vagy hát mindig valami izgalmas dolog történik itt, vagy érdekes történik. A testvérednek tiszta a szíve. Ó, nekem kell vezetni majd a nővéremet. Levágom a nyakad, tessék. És jó volt, hogy levágtam a fejét? Csak a kezemben volt a balt, azt gondoltam, akkor... hamarosan apa hazaér. Ah! Akkor csinálj már vele valamit! Az, hogy levágtam a nénnek a fejét a szablakban, most miért nem jelenik meg? Hm? Hülye kéz. Na basszus. Ja, tehát én még nem csinált ez a hűtő? Ááá, de te eddig hogy kerülsz te ide és ilyen nagy vagy? Ó, azok a mellei? Most néztem csak. Mekkorát rezgettek, amikor meglőttem. Ó, basszus, ez bejött ide is! Hát ezt nem hiszem el. Na jó, odaadom neked a babádat, és megvárjuk így ketten apát, jó? Anyát nem fogjuk tudni megmenteni, szerintem. Van egy érzésem, mert akkor a hűtőből kijön egy nagyon gusztustalan néni. Na, elindult. Elindult a kis húgom. Anya, vigyázzatok anyára, itt fekszik kint. Egy kicsit nehéz volt az előző estéje, az éjszakája. Ez a szőnyeg, ez nem veszélyes? Ezt letette ide. És furuljázik neki. Nem baj, shotgunnal őrizzük. Apa hazajött. Oké. Okay. Mit csináljak? Apát meghatotta. Apát meghatotta. Hála égnek nem vette észre a shotgunt a kezembe. Viszont ez gyönyörűséges történet volt. Meghatotta és letette a kését. És ma este nem fogja megölni a lányait. Ez egy szép történet. Elemelkedik rólunk az átok? De milyen áron? Megcsináltuk! Le se kellett lőni a fatert? Azt hittem, még egy shotgun lövés meg... Vagy ennek több befejezése is van? Hát mindegy, ez így nekem tetszett. Oh, most mi van? Azt gondoltad, hogy legyőzhetsz engem? Én attól tartok, hogy hát te borzalmasan rosszul tudod. Semmi esélye nincs arra, hogy engem megállítsál. Akármennyire keményen is próbálkozol, és azzal a csigával, amivel próbálkozol, soha nem lesz vége. Undertale! Ilyen az Undertale-be van. Na mi van, akkor ez most egy ending volt? Meg kéne nézni még több endinget is? Köszönöm a szendvicset. Elviszem egy
óriási patkánynak megetettem vele, mit szólsz hozzá? Tessék! Juhú! Boldog patkány lett belőle. Oké, megvan a másik lőszer. A baj, itt viszont támadni fognak ezek a hülye szellemek. Apának egy kijöntjük. A csapdát állítunk most apának. Csapdát állítunk! Jaj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 
apa, én már be is töltöm itt a shotgunba. Ez volt a shotgun betöltés hangja. Betöltöm és várom. Apa hazajött, remek. Oké. Okay. Ó, apa! Esze! Oké. Okay. Apa belesétel. Jó, levágta a fejét, most már csak egy fej van. És ott van a másik lövés. Na, genocide. Bad ending? Nem bad ending? Figyeljetek, ez is egy ending. Oké, okay, a fáradtságtól a térdünkre estünk, végre az apánk meghalt. Új, gusztustalan leírása, részletez, hogy hogyan néz ki ez még. Megint téged! Azt hiszed, olyan okos vagy, ugye? Meg se tudtad volna ezt csinálni saját magadtól, hát ez szánalmas. Hát kaptam egy kis chat segítséget, ezt bevallom, igen. Csak az idődet pazarlod, ugye tudod? Semmi esélyed arra, hogy megállíts engem. Akármennyire keményen is próbálkozol és a csigáddal, soha nem lesz vége. Mi van? Ez a játék nagyon, nagyon furcsa. De nagyon jó. Úgyhogy következő alkalommal megnézhetnénk még zárásokat, mit szóltok hozzá. Hát, hogyha ennek még vannak befejezései, lehet akkor kapjuk meg az igazi happy endinget, a true endinget, hogyha az összes befejezését megnézzük. Szóval én ezt annem. Viszont már nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk ott, addig is minden jót, és sziasztok!